Kecskeméti kistérség egyik legkisebb települése Kumbaracs, jelenleg 650 főt számlál. Különösen azoknak érdemes ellátogatniuk ide, akik szeretik a természet közelségét. A kisközség Kecskeméttől 30 kilométerre északnyugati irányban, a Kerekegyházát Ladány Benével összekötő út mentén fekszik. Az Árpád-kori falut az oklevelek legkorábban 1279-ben említik Baróc néven. Mohács előtt kun terület volt, a török időkben Baracsa néven még módos faluként tartották számon, majd elnéptelenedett, pusztásodott. Az egyik legrégebbről fennmaradt emlék az Árpád-kori templomrom. A romokat 1929 és 32 között tárták fel, ám azóta a köveket széthordták, így szinte alig maradt valami a régi épületből. A templomot valószínűleg a 13. században emelték, majd a tatárjárást követően gótikus stílusban kibővítették, és egy 38 méter átmérőjű, nagyjából kör alakú falat vontak köré. Ez utóbbi még ma is jól látható, végig lehet sétálni rajta. Az emlékkeresztet 2005. augusztus 21-én szentelték fel az ősi templomromnál. A Belicai család a tulajdonában lévő területen minden év augusztus 20-át követő vasárnap szentmisével egybekötött megemlékezést és baráti találkozót tart. A község igazi értékét csodás régi intézményei mellett a homokkal, időjárással dacoló kumbaracsi gazdálkodók adják, akik a rendelkezésre álló földet megművelik. A kertészkedés, földművelés a mai napig a környék egyik meghatározó tevékenysége. A község alakjai között kiemelkedő jellem volt Bagó Lajos szőlőnemesítő. Róla nevezték el a község belterületén megmaradt, egykor kiterjedt homoki tölgyesek egy foltját, a Bagó erdőt. A Gyertyános tölgyes a Kiskunsági Nemzeti Park területéhez tartozik. A Dunatisza közi homokhát kiskunsági részén szétszórt, főleg akác alkotta erdők között. Itt-ott egy-egy öreg tölgyes foltja tűnik elénk. Ezek azonban mindig a különleges homokformákhoz, mélyfekvésű homokiteknőkhöz kötődnek. Mondhatjuk, hogy kimondottan szeretik a makacs alföldi homokot. A szürke nyárral elegyes kocsányos tölgyek között feltűnik néhány nyír és különböző korú gyertyán. Az utóbbiak mintegy 40 példányának fennmaradását a természetes felújulás biztosítja. A terület kétségkívül legnagyobb büszkesége a 220 éves tölgy, mely ingoványos erdőn át közelíthető meg, de a látvány mindent megér. A faóriás a Natura 2000 hálózat részét képező Gyertyános tölgyesben található. A kocsányos tölgy 220 éves, kerülete 467 cm és 20 méter magas. Egészségi állapota a nem éppen fiatalkora ellenére jó, mindössze egyik oldalága törött. A Natura 2000 hálózat részét képezi a gyöngyvirágos tölgyes, most éppen itt vagyunk. Itt található a baracsi öreg tölgy, egy 220 éves kocsányos tölgy, Quercus robur, ami 20 méter magas, a környék legidősebb fája, és legnagyobb örömünkre 2016-ban bekerült az évfája döntőjébe. Ha nem csupán egy napra érkeznénk a környékre, a Vörös Kastély kétségtelenül a környék ékszerdoboza. A kastélyban megáll az idő. Sétáljon a gyönyörű parkban, töltődjön fel a panorámás fürdőházban. Érezze magát a kastélytulajdonosok vendégeként, a boltozatos lovakteremben kialakított hangulatos étteremben. Választhatunk a modern vagy extra szobák közül, sőt, egész hétvégés rendezvények, születésnapok, esküvők is rendszeresen kapnak helyet a kastélyban. Kumbaracs község egyik legnagyobb nevezetessége a Vörös Kastély. 2010-ben Takács Mihály vásárolta meg, rendezvények helyszíne, romantikus esküvői helyszín, nagyon sok szállóvendég van itt.
Ha nomádabb szállásra, kikapcsolódásra vágyunk, a vadregényes erdő szélén újonnan épült Hunor lovastanyán várják a vendégeket. A farm egész évben nyitva tart. Kumbaracs tehát, ahogy mondani szokták, kicsi, de erős. Legalábbis a látnivalók tekintetében egészen biztos.